Köszöntöm Önöket, Kultúrpercek című műsorunkat látják, amiben ezúttal a város áprilisi kulturális programjaiból szemezgetünk. Még április elején egy igazán különleges előadással várták a Móra bérleteseket a Flash központban. Ezúttal a Szépernő Színház tagjai léptek színpadra, akik Várkonyi Mátyás és Béres Attila történelmi musicaljét mutatták be a fiataloknak. Az előadáson egy mindenki számára ismerős történet, Gárdonyi Géza halhatatlan regénye, az Egri csillagok története elevenedett meg a Flash központ színpadán. Mosonmagyaróvárra látogatott el a mai nap folyamán a Szépernő Színház, és Gárdonyi Géza egyik örök klasszikusát, az Egri csillagokat mutatják be itt a fiataloknak. Kezdjük azzal, hogy mit kell tudni az önök színházáról. Hát ez debreceni előzmények után végül is Budapesten 2000-ben alakult. Az, hogy Szépernő Színház lettünk, ez eredetileg szakszervezetek és építőtábrakul, innen jött ez az, hogy Szép Színház. De a barátaim Debrecenben lemaradtak a Szép Színház, én följöttem Pestre, és ha már szép, akkor innen lett Szépernő Színház. Azóta játszunk, fő profilunk az ifjúsági és gyermekelőadások, műzikelek, de emellett természetesen, ha időnk, pénzünk és energiánk megengedi, akkor egy kicsit művészkedünk is, alternatív konunk is. Éppen most a legújabb bemutatónkra készülünk, ami Szépernő májusa. Ahogy előbb említettem, ma egy klasszikus elevenedik meg itt a Mosonmagyaróvári színpadon. Mit kell tudni erről a darabról, hogyan sikerült feldolgozni, mit láthat majd ma itt a mai ifjúsági közönség? Hát az Egri csillagok, mint tudjuk, könyvben ugye a legolvasottabb könyvek közé tartozik, illetve nem is tartozik, hanem ez a legolvasottabb könyv, magyar könyv, egy zseniális mű, és ezt dolgozta föl Várkonyi Mátyás és Béres Attila. Amikor a mi bemutatónkat meglátták, akkor azt mondták, hogy végre valahára valaki a prózával is törődött, nem csak a dalokkal. Én ugye elsősorban azért prózai színészként élem a pályámat, és én nagyobb hangsúlyt fektettem a prózára. Meg hát ugye ez egy kis színház, tehát összesen vagyunk 25-en a színpadon, ez nem az, amit a Novák Tatáék csináltak 100 táncossal a Margit-szigeten, itt egy kicsit hangsúlyosabb maga a történet, az esemény, tehát egy kicsit jobban ragaszkodtam a Gárdonyi műhöz. Nagy Szulejmán Budára tart, kényes-fényes kísérettel, lobogókkal, fegyverekkel, védelmező erős karral, oltalmazni jön a gyöngét, gyámolítja ő a magyart, megóvja a királyságot, védtelen Magyarországot, megóvja ám, jól megóvja török módra. De mégiscsak egy musicalről van szó, ezek a dalok mennyire illenek bele magába a darabba, vagy mondjuk mennyiben segítenek abban, hogy a diákoknak könnyebben befogadható legyen ez a történet? Hát ez egy örök kérdés, hogy a gyerek olvassa el a könyvet, vagy menjen el színházba és nézze meg, nem pótolja a könyvet, semmiképpen nem pótolja, viszont arra zseniális a mű, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy na ezek után igenis érdemes elolvasni ezt a könyvet. Ha minden információm helyes, akkor különleges délutánban lesz részük a gyerekeknek, hiszen tűzzsonglőrök is lesznek majd a színpadon. Erről mit lehet tudni? Hát ugye a darabnak, illetve magának a regénynek is, a történetnek egy nagyon kardinális pontja az, amikor Bornemisza Gergely a tűzkereket a törökök közé küldi. Ezt színházban elég nehezen lehet megvalósítani. Innen jött az ötlet, egy régi debreceni barátom, Arany Brigitta, az Acerdus tűzzsonglőr produkciótól. Fölhívtam őt, jöttek, és azóta ők ebben szerves részei az előadásnak, és az mindig bizony nagy csikongatás kíséri a gyerekek részéről. A
Áprilisban már második alkalommal rendezték meg a dobos és ütőhangszeres napot a Flash központban. Az egésznapos programok között színházi előadás és kamaraverseny is szerepelt, amikkel Bükki Attila emléke előtt tisztelegtek a szervezők. Az este folyamán aztán Gerendás Dani lépett színpadra, aki egy igazán különleges és megismételhetetlen koncerttel várta az érdeklődőket. Nemrégiben véget ért itt a dobkurzus, amit gyerekeknek, felnőtteknek tartottál most a Magyaróváron a második dob és ütős napon. Kezdjük azzal, hogy mit kell róla tudni, azon kívül, hogy Margaret Islandben játszol, a Bieberben játszol, illetve a Kossi Anka projektben is. Mesélj nekem kicsit magadról elsőként, légy szíves. Üdvözlöm a kedves nézőket. Rólam igazából azt kell tudni, hogy zenész családba születtem, így viszonylag korán volt lehetőségem megismerkedni a hangszerrel, és hál' Istennek apukám nagyon hamar felfedezte a zenéhez való affinitásomat, és nagyon hamar elkezdett tanárnál tanítatni. 4 évesen kerültem Berdis Tamáshoz, aztán nagyon sok magántanárhoz jártam, meg iskolába is egyébként klasszikus ütőt is tanulni, és sok helyről szereztem így a tudást és az inspirációt, meg nagyon sok zenehallgatás és különböző helyekről való információgyűjtésből gondolom azt, hogy a mostani dobolásom az már egy ilyen saját kialakult stílussá vált. Egyébként az életem nagy részét a zenekarozás teszi ki, a Margaret Island, Bieber's, Kossi Anka, ahogy te is mondtad, és emellett sok ilyen ütős fesztiválon megfordultam már, meg dobtáborokban szerencsére tarthattam kurzusokat, és nekem ez mindig egy nagy élmény egyébként, amikor másoknak elmondhatom, hogy nekem mi az álláspontom, mint a dobolásról vagy zenéről. Azt mindig hangsúlyozom, hogy ezek nem szabályok, hanem ezek az én véleményeim, vagy amikre így rájöttem az évek során esetleg, amiket alkalmazok is ugye zenében, de azért az egy nehéz feladat is, és nagy felelősség, hogy egyrészt másoknak jó utat mutatni. Ami meg még nehezebb igazából az, hogy mindenkinek érthető legyen, ne legyen nagyon szakmai, de közben akiknek már van bizonyos előképzett képzettségük, nekik se legyen unalmas, szóval nehéz azért úgy alakítani a kurzus témáját, hogy tényleg az ekkora gyerekektől kezdve a felnőtt profigig mindenki élvezze, de próbálkozom vele, és remélem, hogy sikerrel, mert olyan visszajelzések jönnek, hogy hasznos, amiket mondok. Egyébként csináltunk saját dobtábort is, 3 barátommal, Modern Drum Camp néven, körülbelül 1 hónapja volt Budapesten, és ezt szeretnénk, hogyha ez egy ilyen mozgalom már nőné ki magát előbb-utóbb, és nagy dobos rendezvényhez méltó helyszín is tegyen rá, mondjuk az már most is megvolt. A lényeg az, hogy egy évente megrendezésre kerülő dobos rendezvényt szeretnénk létrehozni. Ahogy többször is elhangzott most itt az interjú folyamán, ugye több zenekarban, több projektben is részt veszel, illetve a dobkurzusok, hogyan tudod összeegyeztetni akár a koncerteket, a dob oktatást valamilyen szinten, a zenekarokat, zeneszerzést, tehát ezt hogyan lehet így összehozni egy mederbe? Nem könnyű igazából, de olyan emberekkel dolgozom együtt, akik egyébként nagyon inspirálnak és nagyon motiválnak arra, akik egyébként egy személyben kézben tartanak teljes produkciókat, meg maga ugye a háttérmunka is nagyon fontos, tehát nem csak arról van szó, hogy az ember felmegy a színpadra és lenyomja a koncertet, hanem arról, hogy ezeknek az előkészületei, az ötletelés, megvalósítás, kreativitás, stb. És minden projektemnél nagy részt, akikkel dolgoztam, olyan ambíciózus emberek vannak, akiktől sokat tanultam ezáltal, hogy időbeosztás, time management, hogy dolgozz úgy, hogy közben még pihenj is azért, tehát, hogy, de nyilván nehéz, tehát hogy egy szóban megfogalmazva nagyon nehéz, irtózatosan sok türelem kell hozzá, viszont olyan élmény ez, meg annyira a zene a szenvedélyem, meg aki ezt egyszerűen eltéri, hogy milyen felmenni egy fesztivál színpadra és több ezer embernek zenélni, az egyszerűen pótolhatatlan, tehát hogy nem fogható semmi ez az érzés. És hát mindig igazából várom, meg mindig. Tehát, hogyha nincsen mivel foglalkoznom, kvázi így, akkor rosszul is érzem magam, mint hogyha egy darabot így kivettek volna belőlem. Tudod, annyira így az életem részévé nőtte ki magát ez a dolog. De egyébként próbálok a lehető leghatékonyabban működni egyébként így próbákkal, koncertekkel, stb. És hát hál' Istennek tényleg olyan társaságban is vagyok, olyan emberekkel zenélek, akikkel öröm
a zenélés, és nem teher, tehát nem munkaként fogom fel soha, hanem tényleg élmény, és várom mindig a következő alkalmat. Mit kell tudni a ma esti koncertről? Azt, hogy iszonyatosan izgulok, egyébként nem szoktam, de igen, tehát egy újdonság, ami már régóta így a fejemben van, hogy szeretnénk egy ilyet megvalósítani, viszont nem volt még erre alkalom, és ez most egy tök jó alkalom volt, hogy így kitűzzem magam elé, vagy eddigre ez így összeálljon, és amikor megkeresett ugye Varga Bence, hogy szeretné, ha eljönnék fellépni a Dobos Fesztiválon, úgy keresett már meg, hogy kurzus és koncert, és akkor mondtam neki, hogy mi lenne, hogyha nem zenészeket vinnék magammal, ahogy egyébként szoktam ilyen alkalmakkor, hanem letesztelném, hogy hogyan működik ez a setup, amit így összeraktam. Elég bonyolult, tehát, hogy programozás, melyik vezérlő mit kapcsol, felkapni a hangszereket. Tehát a lényeg az, hogy loopert fogok használni számítógépen, és minden hangszert én fogok feljátszani, és erre aztán rádobolni, meg az eredeti a cappella éneksávokat ráengedni. Tehát, hogy mai popdalokat fogok így előadni, remélem, hogy élvezni fogják a nézők. Hát az mindenképpen kiderült most számomra, hogy neked a zene 100%-ig az életed része, de meg tudod-e fogalmazni azt, hogy mégis mit jelent a zene számodra? Tehát mi az, amit ad pluszt, vagy amit mondjuk szeretnél azoknak a gyerekeknek átadni a zenén keresztül, akik most itt ültek körülötted és végighallgatták ezt az egy órás előadást? Nagyon nehéz olyat mondani, ami nem hangzik közhelyként, mert azért egy csomó olyan gondolat van a zenével kapcsolatban, ami nyilván igaz, de elcsépelt, viszont hogyha a saját szavaimmal szeretném megfogalmazni, tényleg az életemet jelenti, és ezt most nem akarom ilyen nagyon túlmisztifikálni, de egyszerűen ebben nőttem fel, szóba sem jött, hogy mással foglalkoznék. Tehát mivel ugye apukám is zenész, meg nagyon kicsiként elkezdtem, soha nem gondolkoztam azzal, hogy én ne ebből élnék meg egyszer, vagy ne ez lenne a fő irány, amiben dolgozom. Úgyhogy tényleg mindent jelent, tehát a mindent jelenti számomra a zene, és mindenkit arra motiválnék, hogy találja meg azt a zenei stílust, vagy azt a hangszert adott esetben, ami őt motiválja, mert főleg egyébként azt látom, tanítok én is, és hogy a tanítványaimnak ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, hogy van, aki már dolgozik, munkahelyen, stb. Nagyon sok info van az agyában, és amikor eljön hozzám doborát tartani, akkor itt teljesen ki tudja zárni a külvilágnak a dolgait, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy még a felnőtteknek is, akik nem zenéltek, de szerettek volna, hogy sosem késő elkezdeni, és tényleg egy olyan szintű pluszt ad az ember életében, amit így más szerintem nem tud hozni. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nem először látogatott el városunkba a tavasz folyamán. Ezúttal 3 napon keresztül összesen 5 alkalommal léptek színpadra a Flash központban, ahol a város és a kistérség óvodásai és kisiskolásai nézhették meg a Csipke Rózsika című klasszikust. Szerintem
Szerintem a nézőknek, illetve a közönségnek, hogyha azt mondjuk Csipke Rózsika, akkor valószínűleg a Walt Disney mese ugrik be, vagyis hát legalább én így vagyok vele. Milyen eltérések vannak mondjuk a között a történet között, amit ismerhetnek a nézők, olvasók, illetve a között, amit ti most itt bemutattak? Hát szerintem elég kevés eltérés van, de ugye mivel színpadra kellett rakni, és színházi körülmények között kellett ezt létrehozni, azért vannak saját megoldásai. Táncosként, ahogyan készülsz egy ilyen darabra, mit kell tudni a próba folyamatokról, illetve arról a folyamatról, amíg színpadra tudtok állni, és be tudjátok mutatni a közönségnek? Hát én mikor átvehettem ezt a szerepet, elsősorban az előző királyfival kellett együtt dolgoznom, és áttanította nekem mindenféle kis mozdulatokat, kis plusz eseményeket, amiket kell a színpadon előadni és eltáncolni is. És hát utána már teljesen magamra voltam utalva, én magam melegítettem be előtte, készültem fel, a műsor előtt egy 10-15 perccel már benn vagyok a színpadon, és hangolódok, és melegítek, gondolom át, hogy mégis hogy fog lezajlani az egész mesedarab egymás után folyamatában. Kis közönséget vártok ide a Flash központba. Mennyire tudjátok lekötni a gyerekeket ezzel az előadásra? Tehát mennyire fogékonyak a tánc világára, hogy egy ilyen klasszikus mesét ilyen formában nézhetnek meg? A gyerekek nagyon fogékonyak erre a mesedarabunkra. Zsurávszki Zoltán és Vince Zsuzsika állította ugye színpadra. Teljesen hagyományos néptánc elemeket tartalmaz a darab. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és szerencsére nagyon sokan ilyenkor azt gondolják, vagyis azt érjük el ezzel, hogy szeretnének ők is táncosok lenni. Szépen kérem apját, te víz! A mai világban a te személyes tapasztalataid szerint a magyar néptáncnak milyen kultúrája van, tehát mennyire lehet mondjuk a fiatalokat ösztönözni azzal, hogy járjanak néptáncra, megtanulják ezt az értéket, és tovább vigyék akár családon belül, vagy a saját utódaiknak. Igen, szerencsére ugye például nekünk a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek vannak folklorműsoraink is, és vannak mesedarabjaink is. A mesedarabokkal a kicsiket nagyon-nagyon-nagyon meg lehet fogni, és ezáltal szeretnek menni néptáncra. Tehát keresik, abszolút keresik, és ugye a Felszállott a Pálva is a tévében, a tévéműsorban nagyon sokat lendít ezen a kultúrán, hogy ápoljuk. Kedves nézőink, Kultúrpercek című magazin műsorunkat látták, amiben ezúttal az áprilisi kulturális programok közül válogattunk. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes szórakozást kívánok, viszontlátásra!